Bár a világ legidősebb élőlényeinek sokan a teknősöket gondolják, számos olyan növény és még állat is él a Földön, amik még náluk is jóval régebben jöttek a világra. Az egyik ilyen állatnak a grönlandi cápák számítanak, amik akár 500 évig is élhetnek. Ezek az állatok a Jeges-tenger és az Atlanti-óceán északi felének vizeiben élnek hatalmas mélységekben, ezért nem egyszerű megfigyelni és tanulmányozni őket, és emiatt sokáig azt hitték, hogy nagyjából 200 éves az életciklusuk. Aztán 28 grönlandi cápát tanulmányoztak alaposabban egy új matematikai módszer segítségével, a cápák életkorát a testhossz mellett elsősorban a szemlencse és a szaruhártya öregedésének figyelembevételével határozzák meg. Kiderült, hogy sokkal tovább élnek ezek az állatok, mint azt korábban gondolták, mert akár 4-500 évesek is lehetnek. A vizsgált példányok között volt egy 272 és egy 395 éves cápa is, de találtak egy olyan példányt is, ami 5,5 méteres és 512 éves volt. A grönlandi cápáknak a hideg környezet miatt rendkívül lassú az anyagcseréje és a növekedési üteme is, mert az ivadékkoruktól kezdve egész életükön át folyamatosan növekednek, évente átlagosan mindössze 1 cm. Az óceánok szürkületi zónájában, vagyis 700 és 1200 méteres mélységben élnek, ami már az ember számára szinte elérhetetlen, de ennek ellenére néha a víz felszínéig is felúsznak. A kifejlett állatok 2 és 4 méter körül mozognak, de az eddig legnagyobb kifogott példány 6,4 méteres volt. Elég lassan mozognak, és az ivarérettséget 100 éves korig el sem érik. Elfogyasztják a fókát, más cápákat vagy tengeri madarakat is, de az egyik kifogott példány gyomrában rénszarvas maradványait, egy másikéban pedig egy lóét találták. A grönlandi cápa szeme körül igen gyakori parazitának számít egy apró mélytengeri világítórák, és ezek a paraziták meg is vakíthatják az állatot. Nehéz megfigyelhetősége miatt nem sokat tudunk az életmódjáról, de nagy méretei szokásai miatt veszélyes lehet az emberre, bár eddig még nem volt dokumentált grönlandi cápa támadás. Nemrég azonban egy olyan videó is felkerült az internetre, amin a feltöltő azt állította, hogy egy 80 millió éves cápát sikerült találnia. A felvételen egy valóban nagyon öreg kinézetű, nagyjából 1,6 méter hosszú, angolna-szerű karcsú galéros cápa látható. De kiderült, hogy nem 80 millió éves, hiszen ezek a cápák nagyjából 20-25 évig élnek, viszont maga a faj már több mint 80 millió éve jelen van a Földön, így ez okozhatta a félreértést. A videón látható példány egyébként nagyon rossz állapotban volt, mikor elfogták, és sajnos pár órával később elpusztult. A világ egyik legritkább kaméleonja úgy néz ki, ragaszkodik a túléléshez, mert azt hitték, hogy 1992-ben történt első felfedezése óta a hatalmas erdőirtások miatt már kihaltak. A faj a súlyosan veszélyeztetett kategóriába tartozott, majd 2016-ban arról számoltak be, hogy ezek az apró állatok egy Malaviban kezdődő erdőirtások után végleg elpusztultak. Most a világ egyik legritkább kaméleonjából találtak a vadon élő példányokat a délkelet-afrikai Malavi őserdeiben. Az 5,5 cm hosszúságúra megnövő Chapman törpe kaméleonok az esőerdők talaján élnek, ahol a lehullott levelek színét felvéve avarnak álcázzák magukat. Elsőként 1992-ben fedezték fel őket a Malavi és Mozambik határán található Malavi-dombság fogyó esőerdeiben, majd akkor a faj megmentése céljából megpróbáltak néhány példányt közel 100 km-rel északra telepíteni. Az új területen szabadon engedett állatokat 10 éves ciklusokban figyelték, így a letelepítés helyén 2001-ben és 2012-ben is találtak a kaméleonokból. De kérdéses volt, hogy az eredeti élőhelyükön megmaradtak-e ezek az apró méretű állatok. A kutatást végző csapat a 80-as évek műholdképei alapján határozták meg, hogy melyek azok az erdőrészek, amelyek még nem estek áldozatául a teljes zöld terület 80%-át elpusztító erdőirtásoknak. Ezeken a helyeken éjszakai kutatásokkal vizsgálták a talajszintet, ugyanis ilyenkor a legegyszerűbb kiszúrni az apró állatokat természetes közegükben. A kutatók 17 felnőtt, 21 kifejlett és 11 fiatal példányra bukkantak. Az állatokat az azok farkából vett DNS mintával azonosították, a mintavételhez a felnőtt korúnak számító kaméleonok farkából apró szövetmintákat gyűjtöttek az erdőben, majd az állatokat szabadon engedték.
A DNS mintákból megállapították, hogy a kaméleonok genetikai szekvenciái nem mutattak keveredést, ami azt jelenti, hogy az állatok elszigetelődve élnek, az erdőn kívüli területen nem szaporodnak, génjeik pedig nem keverednek. De ez viszont veszélyezteti a faj túlélését. A mézelő méhek és poszméhek rendkívül fontosak, mert beporozzák a növényeket. A beporzás során a rovarok virágport szállítanak egyik növényről a másikra, hogy aztán gyümölcsök, zöldségek és magvak kerüljenek az asztalainkra. Ha az összes méh kihalna, az tönkretenné a föld ökoszisztémájának egyensúlyát és hatással lenne a globális élelmiszerellátásra is. Európában több mint 800 vadon élő méhfaj él, amelyek közül 7-et kritikusan veszélyeztetettnek minősítettek. Bár nem valószínű, hogy az összes méhfajt egyhamar kiirtják, ezeknek a veszélyeztetett fajoknak az elvesztése nagy hatással lenne életünkre. Az általunk ismert világ nagy részben a méhektől függ, mert táplálékunk legalább egyharmadát az ő munkájuknak köszönhetjük. A méhek és más beporzó rovarok, például a darazsa globális gazdasági értéke a számítások szerint több mint 5000 milliárd forint, és ebből a mézelő méhek évente közel 1000 milliárd forintot termelnek a világon. A Földön körülbelül 20 000 méhfaj él, és valószínűleg nincsen náluk fontosabb beporzók. A több ezer méhfaj egyedi repülési útvonallal és virágpreferenciával rendelkezik, és sokan úgy fejlődtek együtt a virágokkal, hogy testméretük és viselkedésük szinte tökéletesen kiegészíti az általuk beporzott virágokat. Sajnálatos módon a méhek minden fajtája csökken világszerte, ahogy sok más rovaré is. A poszméhek és más magányos méhek populációja sok helyen csökkent, nagyrészt a rovar és gyomírtó használat, az élőhelyek elvesztése és a globális felmelegedés miatt. Ha a világ összes méhe elpusztulna, az az egész ökoszisztémára hatással lenne. Számos növényt kizárólag méhek poroznak be, és emberi beavatkozás nélkül elpusztulnának. Méhek nélkül kevesebb magot vetnének, és gyengébb szaporodási sikerük lenne. Ami a mezőgazdaságot illeti, a méhek elvesztése drámai módon megváltoztatná az emberi táplálékrendszert, de valószínűleg nem vezetne éhínséghez. Az emberi kalóriák többsége még mindig a gabonafélékből származik, amelyek többnyire szélporzásúak, ezért a méhpopulációk nem befolyásolják őket. Sok gyümölcs és zöldség azonban rovarok által beporzott, és nem termeszthető ilyen nagy mennyiségben vagy ilyen olcsón méhek nélkül. A cseresznye és az áfonya például a méhekre támaszkodik 90%-ban. Bár a kézi beporzás a legtöbb gyümölcs és zöldségnövény esetében lehetséges, ez elképesztően munkaigényes és drága lenne. Méhek nélkül a friss termékek elérhetősége és sokfélesége jelentősen csökkenne, és az emberi táplálkozás valószínűleg szenvedne. Azok a termények pedig, amelyeket nem lenne költséghatékony kézzel vagy robottal beporozni, valószínűleg örökre eltűnnének.